Mai sajtótájékoztató lényege helyzetemnél fogva a metró engedélyeztetési eljárásáért a kormány döntése értelmében a kormányhivatal, a kormány megbízotta felelős, ezért jártam végig, hogy vajon milyen állapotban van a metró, és valóban megfelelő ütemben zajlanak-e az engedélyeztetési eljárások. Azt tapasztaltam, hogy az építkezés nagyon-nagyon jó készültségi fokban van, gyakorlatilag 8 álmában a mélyben, illetve a felszínen mindenfajta engedélye megvan, beleértve a közúti, illetve a vízügyi engedélyeket, valamint a másik két metroállomásnak az engedélyezési folyamata hamarosan kezdődik, január közepe végig az is be fog fejeződni. Tehát gyakorlatilag az építkezésnek ehhez tartozó valamennyi használatba vételi engedély január végéig kiadásra kerül. A másik az üzemeltetés kérdése, ott zajlik, jelen pillanatban egy sötét üzem. Ez a sötét üzem január 15-én befejeződik, és ha nincs különösebb probléma, akkor január 15-én megkezdődhet a két hónapos tesztüzem, amely várhatóan március 20-ára azt eredményezi, hogy a metró átadható lesz. Természetesen közben lehetnek olyan problémák, akadályok, elsősorban az irányítási rendszerben, amely miatt hosszabbodhat ez a két hónap, ezért azt tudom mondani, hogy tavaszra mindenféleképpen átadásra kerül a metró, mert az utasok biztonságát tartjuk elsődlegesnek.